bemutatkozzak. Szekeres Ákos vagyok, én vezetem ezt a budaörsi klubot, és kedves cimborámmal, Boros Sándorral, brazil jiu-jitsu technikákat tanítunk nektek. Ebben a sorozatban a brazil jiu-jitsunak egyik központi technikai elemével, a gárdokkal fogunk foglalkozni, hogy mit csináljunk akkor, hogyha a küzdelemben alulra kerülünk. Kezdjük is! Ezt a pozíciót, amikor a másikat lábunk közé fogjuk és összekulcsoljuk, closed guardnak, azaz zárt guardnak hívjuk. Innen rengeteg lehetőségünk van arra, hogy egy látszólag vesztes helyzetből a küzdelmet a saját magunk javára forgassuk. Ebben a részben két keresztfolytással ismerkedhetünk meg. Nézzük is az elsőt. Kinyitom az ellenfelemnek a gíjét, és fölfele néző tenyérrel belenyúlok a lehető legmagasabbra. Ahogy egy jó erős fogást szereztem, egy picit elbillentem a felső testem, és a karom alatt felfelé néző tenyérrel benyúlok, egészen addig, míg hátul a ruhájában érzem, hogy a két mutatója összeér. Amint ez megvan, visszajövök középre, rámarkolok a ruhára, és ahogy kezdem őt húzni, úgy kezdem ő kopogni a folytás miatt. Nézzük meg még egyszer. Kinyitom a gít, fölfele néző tenyérrel benyúlok. A karom alatt nyúlok a második fogásomért, és egészen mélyre, hogy érezzem, hogy a két mutatójam összeér, megfogom a ruháját. Rámarkolok, visszajövök középre, és a könyökömet elkezdem lefele húzni, a lábammal húzom őt be a gárdba, fejemet közelítem a fejéhez, és lekopogtattam. Ez egy nagyon alapfolytás, de nagyon jól működik. A második folytásunk szintén egy keresztfolytás. Ehhez a fogást úgy kell előkészítenünk, hogy az egyik kezünkkel lefele néző tenyérrel a hüvelykujjunkat beledugjuk ide, hátulra a kabátjába, és a másik kezünkkel fölfele néző tenyérrel ráfogunk a ruhájára, azonos oldalra. Most egy picit megbillentjük a partnerünket a fogásunk irányába, a könyökünket átvisszük a fején, lezárjuk az alkarunkat, visszakulcsoljuk a lábunkat, magunkhoz húzzuk, és ismét sikerrel lefolytottuk. Nézzük ezt meg még egyszer. Első fogás, tarkó mögé, második fogás, fölfele néző tenyérrel. Megbillentem, átjátszom a könyököm, lezárom, a gárd visszazár, és folytom. Tehát a mai részben két keresztfolytást néztünk meg Claude Gárdból. Jó gyakorlást, kopogtassatok, sok mindenkit, sziasztok!